Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Szombat este van, úgyhogy játszunk. Mégpedig az Elden Ringet folytatjuk. Picit kovájgunk Limgrave-ben, ugyanis... hát tegnap megpróbáltuk Marikát, de Marika nem adta magát, úgyhogy még egy kicsit körülnézünk, mert van még egy-két teendő, amit meg lehet csinálni, egy pár dungeon, amit ki lehet fosztani, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni. Sziasztok, szép estét! Sedit Adri, köszönöm szépen a százast, hello! Margit? Lehet, hogy Margit. Na mindegy, valami olyasmi, de szerintem meglátjuk majd, ha odaérünk. Hello, Stopsoros, szép estét neked is! Na, úgyhogy itten is vagyunk, nézzük is. Alapvetően történt valami, amíg oda voltam. Na most én streamen kívül elindítottam valamit, és ide jöttem. Tudom, hogy nem illik ilyet, de találkoztam újra Melinával, képzeljétek el, és azt mondta, hogy ő elhoz ide, ez a kerekasztalhoz. Most itt volt pár József, akinek voltak gondolataik, ami most nem is olyan érdekes. Annyi a lényeg, hogy itt majd mindjárt lesznek emberek, majd mindjárt mutatom, akik érdekesek lehetnek. Jó, nem maradtatok le egyébként semmiről. Na, szóval nézzünk szét, hogy itt mi van. Van itt egy hatalmas csillár. Nagy terek. Meglepő módon. Jó, hát... Aha. Akkor lehet, hogy ő Marika. Na mindegy. Menjünk tovább. Nem merek leugrani. Nem mondj ilyet. Jó, egyébként ez valamilyen hub vagy meeting point a többi tárnésnak. Szevasz. Kaptunk egy új emote-ot. Nagyon jó. Ennyi? Hát egy magyar építőmunkás is lehetne. Na mindegy, menjünk tovább. Itt a könyvtár, gondolom. Na, te ki vagy? What do you need? I have little time to spare. Oh, are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace, lay low the shard bearers, and claim for yourself a great rune. Do so, and the doors to the Round Table's inner chamber will open, and you will receive the wisdom of the Two Fingers. Once the wisdom of the Two Fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of the Round Table, I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. We've spoken long enough. I have matters to attend to. Igen, alapvetően itt senki sem különösebben barátságos, de... Hoppá. Ki is megyek, mert... tönkreteszek mindent. Na mindegy, többször érzékeltették velünk, hogy mi csak látogatók vagyunk. Na mindegy. Oké, tehát itt is van valami... Ó.
Lehet venni ezt, azt. Hát, majd ha lesz mi bő. Ugye, szokták mondani. Nobel Bearing. Oké. Okay. Jó. Rendben van. Ez még nem is ajtó. Csak átverés. Na jó, még itt volt valaki a másik irányba, aki valami érdekes dolgot művelt. Nem erre, hanem erre. És topsoros, majd mindjárt leugrunk akkor, már csak azért is. Ah. Szevasz! You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. A kovács. Master Hag. Vagy Hugh. Nem tudom. Oké, okay, strengthen. Oké. Okay. Nagyon jó, és akkor itt tudunk rá adni. De most ugye nincs nyersanyagunk, tehát smithing stone kellene, de az nincs. Úgyhogy most nem tudunk mit csinálni. Ashes of War. Jó, Ashes of War, ezzel még tudunk adni valami buffot neki. Milyen skillt. Oké, hát igen. Itt majd még valamit csinálunk. Ashes of War Duplication. És Wild Strikes Heavy Grants Affinize and Skills to an Armament. Oké. Okay. Jó, tehát itt tudnánk venni. De kell hozzá valamilyen az a zacsi. Na majd ezt még meglátjuk. El is lehet adni. Kérdezzünk. Nothing special. I'm a prisoner, and these are my chains. Mm. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Jó, tehát ő itt valamilyen rabságban van, de szereti ezt csinálni. Nem elfogy... Hát van még Miller, csak ma nem akartam Millert inni. Egy héten egyszer nekem elég egyébként. Legfeljebb egyszer. Jó. Hát jó nagy rendetlenség van itt már, nem azért. És ide se tudunk bemenni. Jó. Ja, ez az Inner Chamber. Gondolom, ide majd később tudunk bejönni. Gondolom. Hát ha most nem tudunk, reméljük később be tudunk, hát aztán majd. Sok benne a kalória. Hát, őszintén szólva, engem a kalória annyira nem feszélyez. Szerencsés alkat vagyok. Jó, ide még benézünk. És ő Melina?
Greetings, great champion called by grace. Vagy nem? I am Fia. Fia. Circumstances have compelled my stay at the round table hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Baldurkin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. Meg akar fogni. Hát fogjon. Nem tudom, mi fog történni. You are very warm. Baldurin's blessing. What you felt light up inside you was a Baldurkin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. El lehet hozzájönni ölelésért. Jó. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Jó, hát most bennünk van, úgyhogy most nem. You, my dear. Fia. Jó, az, hogy ez mire jó, azt akár meg is nézhetnénk. Uses FP to temporarily boost poise. Hát jó, ha szükségünk van rá, akkor majd aktiváljuk. Oké, szerintem akkor itt körbe is jártam mindent. Hát magasnak tűnik. What? Oh, kaptunk egy meghajlás. Gesture-t. Remélem nem akar... Meghajolt, majd megölt. Na jó, szerintem oda még egyszer nem ugrok le egyelőre, hanem menjünk tovább. Nem tudom, most szerintem nincs. Hát nyilván most haltunk meg, honnan lenne rúnunk. Oké. Menjünk akkor vissza. Itt a kicsit olvasgattam, és a térképen bejelöltem pár helyet, hogy milyen teendőket kellene elvégeznünk, mielőtt visszamegyünk Margithoz. This way, tarnished. May I have a word? A pleasure to meet thee, tarnished. I am the witch Renna. Renna. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Mm-hmm. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Ó, és akkor most kaptuk meg a Spirit Calling Bell-t, amivel majd tudunk spiriteket idézni, szellemeket. És a Lone Wolf Ashes-t,
Ez hasznos lesz majd okvetlenül. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past. Now it is thine. To do with as thou wishest. Forgive mine intrusion, tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Okay, köszi. Beszélnünk kéne itt a Mikulással, mert kellene nekem. Well, you're back. Care to buy something? Igen, de beszélgessünk is vele. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Na, és vegyünk. Ó, de tényleg nincsen. Jó, kéne 200 runes, meg kéne egy torcs. És az nagyon kéne. Úgyhogy akkor elmegyünk. Hova megyünk? Ebbe a barlangba kell majd a torcs. Hát itt a partot majd ki lehetne takarítani. Grooveside Cave, hát akár oda is mehetünk. De én ide jönnék egyébként ebbe a ruinsba. Szerintem ezt ki kéne pucolnunk, és azzal már lenne elég sok runnunk, hogy akkor ide jövünk. És akkor megpróbáljuk itt a rendet. Azok ott miért repkednek ott? Ja, mert éjszaka van. Nem bonyolítom az életem. Keljen fel a nap, és akkor nyomjuk. Jó. Már elfelejtettem, hogy olyan fura egyébként, hogy a googolás a L3-on van. A sprint meg a körön. Na mindegy. Ott a trombitás. Trombitás, hát a riasztó ember. Azt kéne először kiszedni. Nem tudom, hogy eljön eddig. Oké. Okay.
Az igen. Jajaj. Van baj. Mondjuk csak ketten vannak, szóval... Már bocsánat, ez... Nagyot is üt meg! Jó. Oké, meg lett. Végül. Na, nézzünk szét. Ezt a tábort is kilútoljuk. Hát, ha van itt valami. Itt van egy lejárat. Ezt ne felejtsük el. Egyelőre nem tudom, hogy ez hova vezet. Ah, egy smithing stone. Ez kell majd a, hogy tudjuk upgrade-elni a fegyvert. Egy golden rune, ez nem tudom mi. Térkép, nagyon jó. És akkor most már... Nagyon patent. Most már nem csak egy vak térképünk van, hanem... Már úgy nagyjából. Én meg itt nagy lazán izélek, hogy... Na, van még valaki? Mintha arra is lenne egy... bonfire. Na mindegy... menjünk körbe. Dobnak egy csomó nyilat, ami hát lehet, hogy soha nem fogjuk használni. Jó, hát lehet, hogy itt más nincs. Közben nézelődök, hogy... De nem látok semmi lootot. Ja. Oh, shit. Ez baj. És kiirtottuk a bandát, úgyhogy elvileg visszakaptuk volna a flaskáinkat, de csak 3 flaskám van. Ami fura egy kicsit, de na mindegy, ez van. Jó, viszont így akkor most biztos, hogy kiirtottuk a kempet. Tehát ez már tuti.
lefejeltük a köcsögöket. Jó, hát akkor mi legyen? Nem ezt akartam. Van 1200 rúnánk. Én szerintem visszamegyek. És akkor megvesszük a torcsot. És elköltjük. Igen, igen, torcs. Csak azon gondolkodtam, hogy előtte lemenjek-e még oda a barlangra, vagy a ott azon a lejáron. De előbb megvesszük. Oké. Azt nem tudom, hogy ez akkor... fixen nálunk lesz, vagy... vagy csak egy darabot vettem, de szerintem fixen nálunk lesz. Hol van? Ja, az kézbe kell szerintem te... Igen, kézbe kell tenni. Jó, és akkor... tudunk az ezzel is hadonászni. Bocsánat. Jó. Azt nem tudom, hogy szintet lépni tudunk-e, de szerintem azt most nem tudunk. Nem, mert 1400 kell hozzá. Jó, akkor nem csinálunk semmit, csak visszamegyünk. És akkor, hát most megpróbálunk lesunyogni, csak az a baj, hogy akkor meg kell ölni mindenkit, gondolom. Igen. Nem baj, legalább gyűjtögetjük a runes-t, vagy hát a runát. A trombitás Józsefet kell kivenni. Mindent nem kell kinyírni amúgy, csak hogy ott meg kell tisztítani az utat, hogy le tudjunk menni. Ott azt hiszem, ahol a farkasok vannak, ott lehetett lemenni. Ajaj. Shit. Ó,
Nem volt jó. Maradjunk annyiba. De mindegy, megoldottuk. Egy nagy shield. És akkor elvileg már csak az egy farkas van itt a környéken. Meg a nagy shieldes. Na jó, gyerünk le. Nézzük meg, mi van itt. Nem biztos, hogy jó ötlet, de... Ash of War. Storm Stomp. Meg egy Redstone Knife. Root. Hát akkor érdemes volt lejönni. Oké, és mert egy, azaz S-sel tudunk majd skilleket tenni a fegyóra. Jelentsen ez bármit is. Majd meglátjuk, kipróbáljuk. Oké, és na, merre kéne tovább menni, akkor ezt megoldottuk. Levenném a markert. Jó. És akkor szerintem eljünk ebbe a Grooveside Cave-be. Hát, ha oda találok, hát leteszek egy ilyen beacont. Ja, nem, ide tudunk travelölni, jó. Oké, akkor. Igen, itt van akkor. Lehet, hogy itt akkor el is követjük a... Így van, itt akkor. Resetelünk, meg szintet lépünk. Hát... Lehet, hogy most adok a hírre. Miért is ne? Oké, nem tudom, hogy van-e... Nincs Golden Seed, arra nem tudunk most adni. Jó. Ashes of War. És akkor most elvileg tudunk... Igen. Jó, tehát ahogy látom a statoknál, hogy az alap physical damage az csökken, de nő az a plusz érték, ugye a scaling miatt, hogy a scaling átmegy D-ből C-be. Hát, szerintem most nem próbáljuk ki, hanem majd valami olyan helyen, amit már ismerünk. És akkor kipróbáljuk, hogy ott ez mit is jelent. Nem akartam megint leülni. Na jó, gyerünk!
Nem láttatok semmit. De mekkora az a farkas? Azt hittem ezek sima farkasok, be lehet, hogy azok. Moszat. Taktik. Igen, az határozottan nagyobb. Na gyere! Elvettük a csontjait. Jó. Cracked pot. Oké. De itt van egy ilyen törött köcsög. Glowstone. Jó lenne tudni, hogy ezek mik. Megnézzük majd, csak. Egy golden rune. Oké. Silver blood butterfly. Összeszedjük mindet. Még nem tudom, mire lesz jó, de... Megnézzük majd. Na. Na. Oké. Gyerünk tovább. Itt visszajutunk oda föl. Jó. Jöjjünk tovább erre. Yeah.
Amúgy mindjárt jó lesz, csak tehát elsőre nem volt rossz. Maradjunk annyiba. Remélem tudunk ott menni a shortcuton, úgyhogy farkasok nem kezdenek ebbe baszogatni. Halkan. Oké. Vegyünk elő pajzsot. Oké. Érdekes nagyon megint ennek is a mozgása. Pörög, forog össze-vissza. Annyira nem nehéz, csak... Még jó, hogy föltettem a pajzsot, egyszer sem használtam. Hát el is teszem, szerintem nem fog kelleni. Hát de ez a dungeonnek a vége. Tehát... Vagy ennek a kis barlangnak. Meg nem nehéz, tehát... majdnem megvan, csak pici hiányzik. Na hát eddig jól ment. Ez most egy nagyon rossz try volt, bocsánat. Szia, szakesztikők. Hát igen, amúgy nem olyan nehéz. De ez most amúgy tényleg nem csak... Meg lesz ez hamar. Igen. És akkor ilyenkor jön a kép, hogy 2 órával később.
Hát igen, nekem a varázsló amúgy se különösebben fekszik, vagy hát mondjuk még nem derült ki, nyilván, de nem akartam varázslót. Flame Drake talizmán. Nagyon jó. Na. GG elsőre, így van, köszönöm szépen. Oké. Hát ezért jöttünk, hogy ez meglegyen. Jó, és akkor ezt a talizmánt megkaptuk, meggondolom valamennyi cuccot. Mármint rúnát. Szia Kambli, jó estét! Jó, na hol a... Itt. Maradjunk a Strangnél okvetlenül. Jó, nézzük, mit kaptunk. Ha megtalálom, persze. Jó, már van egy csomó esünk. Ami jó. Crafting materials, nem. Nem. Ez. Egy talizmán. Boost Fire Damage Negation. Remek. Hello, Sheriff, szia. Na. Remek.
Oké is. Na hát akkor ez is megvan. Nézzük, hogy hova tovább. Nem ezt akarom, hanem levesszük ezt a markert. És akkor, hát... Menjünk le ide a Coaster Cave-hez. Ja. Csak leteszek egy ilyen... ilyet. Hogy lássam, hogy merre kell menni, igen, arra. Vele nem beszélek többet, múltkor is bunkó volt. Fölhánytorgatta azt, hogy Maiden lesz vagyok. Itt vannak egyébként azok a csúnya nagy polipok is. Nem tudom, hogy azokkal lehet-e már valamit kezdeni. Valamennyit erősödtünk, meg fejlesztettünk a fegyón, de azért nem szignifikánsan, szóval lehet, hogy mondjuk lehet, hogy nem is az erő ott a... Majd kivágjuk. De akkor merre tudok lemenni a partra? Valószínű erre rémlik. De mindjárt kiderül. Hát nem. Lehet, hogy arra. Nem. Mindegy, meg lesz, meg lesz. Én azt hittem, hogy... hogy megoldja. De nem. Mint ha úgy, de úgy emlékszem, mintha itt tudtunk volna feljönni. Igen, mert ott van a nagy óriás József. Mindjárt kinézek. Otthoni hangokat hallok. Nem itt a játékban, hanem kint. Én ugye Kecskeméti vagyok, és hát elég sokat repkednek most itt is a grippenek. És most azokat hallom itt repkedni. Ez nem helikopter, ez vadászgép, segít Adri. Hát mondjuk szerintem, ha Debrecenben vagy, te is hallod. Nehéz őket nem észrevenni. Na, lejöttünk a partra. Itt a technős koma.
Igen, Nevermind, azt mondom én is. Ami itt megy... Jó, és akkor erre visszafel van a barlang. Vele nem lehet beszélgetni. Nem lehet. Az hogy lehajolt? A szárazföldi vízi csontik. Az olyan, mint a homoki ponty. Vagy mint amikor mostanában az ember kimegy a Vekerire horgászni. Így húzza ki a horgot, és így porzik az etetőkosár. Na jó, elhagytuk már a... Igen, elhagytuk a kévet. Ott van a kév. Megnézném ezt a merchantet, hogy mit árul. Mert már el is felejtettem, csak hogy úgy fejbe legyen. You again? I don't want any trouble. Oké. Jó, oké. Hát nem nagyon van mostanában. Vekerító nagyon el van hanyagolva. El van vadulva, meg le van pukkanva teljesen. Nem tudom, hogy van víz egyáltalán van-e a tóba. Hát szakesztik, hogy mikor a várható. Hát, tudod, dolgoznak, ahogy csak tudnak. Néha én is tapasztalok egy pici röcögést, de... Tehát nekem elég jó gépen van, szóval nálam ez nem különösebben jelentkezik. Tehát nem zavaró. Tehát gyakorlatilag maximumon van a grafika. De mondom, az én gépemen ez, tehát érthető, hogy nem... Nagyon picit érzem néha, amikor így kimegyek ilyen open térre, és akkor ott gondolom, amikor betölti a eszeteket, de egyébként utána nem vészes. Kicsit olyas, mint a God of War egyébként. Hogy töltésnél érzékelek egy kis valamit. Na jó, nem tudom, miért ültünk most ide le. Na mindegy, menjünk tovább. Szóval azt, stopsoros azt mondja, hogy áprilisra. Hát, meglátjuk. Na, most kurva sötét van. A kérdés az... IQ. Mondjuk itt kevesebb damage-ünk lesz, de... Jó, szerintem ez lesz megint a
Shortcut a bosshoz. Na, itt meg vannak ilyen ősember Lajosok. Hát mindegy, akkor most már eljünk erre. Na, ön meg beriasztott. Oké. Rainbow Stone. Falchion. Cardicord. Land Octopus Ovary. Ja, hogy a Vekeri jön rendbe áprilisra? Hát, van infót, hogy esetleg rendbe teszik? Á. Majd megyünk arra, csak még itt körbenéz. Szép volt. Ruin fragment, moszat, kötél, vagy madzag, inkább madzag. Jó, na hát... Ja, igen, úgy hívják, hogy választások, aha. Igen, hát mondjuk... Ja, az lehet. Na, próbáljuk meg először segítség nélkül. De miért... Így. Ja, hogy ő a... És vannak ilyen emberei. Hagyd már abba! És ketten vannak. Aha. Demi-human chief. István! Láttátok? István jön. Ő fog nekünk segíteni. Ott jön már. Ne kapkodj, István, minden rendben van. Jól vagyok. Jól vagyok, minden oké. István, nagyon jól csináld.
Istvánnak ennyi volt. Amúgy ez sem teljesen esélytelen, főleg így Istvánnal. Még esetleg azt akarom, hogy azt hogyan kell, hogy nem ezt akarom. Azt nem tudom, hogyan kell használni, de mindjárt kiderül. És mellé üt, bazd meg. Bocsánat. Gyere István, menjünk. Csapassuk neki. Na, gyere. Oké. Na, és arra vagyok kíváncsi. És még többen vagyunk. Ami arra jó, hogy még hamarabb meghalok. Voltak fönt a Noble-öknek a HP-jai. Ja, na mindegy, így most már szerintem rendben lesz, csak most nagyon greedy voltam. Most nagyon-nagyon greedy voltam. Szevasz!
Hagyjatok már békén, hát komolyan mondom. De nézd meg, itt van István, itt van egy csomónom, mind a kettő engem támad. De megint. Nézd meg. Pedig már egy elég jó kis gang alakul itt ki, érted, ennyi ember meg. Rettenetes szóvicceket látok. Ez olyan, mint a izébe van a... Fú, mégis az a Bruce Willis-es film, a kisgyerek, amikor mondja, hogy halottakat látok. Én most rettenetes szóvicceket látok. Hatodik érzék. Csoportosan megszexuáltuk. Gyertek! Ne álljatok meg! Gyertek! Na menjetek! Gyerünk! Nagyon jó! Tailoring Tools. Kaptunk varrókészletet. Na, ez egyedül szerintem orbitális nagy nehézségeket okozott volna. Köszönöm, köszönöm. Összegyűjtjük a Szent János bogarakat.
körülnézünk. Kimenni. De még lehet, hogy nem megyünk ki. Mi lehet itt? Itt vagyunk a parton. De hol? Átjöttünk a szigetre. Hoho. És itt már vannak rákok is. Rák úr. Már ha értitek. Kecskék is vannak, vagy birkák. Kecske. Tudnék örülni egy bonfire-nek. Ahogy hallom, ők is. Ó, oh, ott van egy. Nagyon fasza. Ott van, ott van. Láttátok? Elbukfencezett a birka. De vagány. Úgy van vele, hogy time of my life. És így elbukfencezett. Na. Mennyi izét kaptunk rúnt vajon? Azt nem láttam. Hát nem sokat. Hogy nagyjából 1000-et. Már a boss megöléséért, úgyhogy akkor nem tudunk szintet lépni, de semmi baj, felfedezzük ezt a szigetet, ha már ide át tudtunk jönni, csak meg akarom nézni, hogy mire jó ez a varrókészlet. Tehát Boknak, mert Bok az egy karakter lesz. Ó, oh, Armor Adjustment. Oké. Okay. Sedit Adri, fölösleges a páncél. A titok az, hogy ne vegyél be damage-et. Ha nem ütnek meg, nem kell páncél. Ennyi. Church of Dragon Commission. Ritual of Dragon Commution. Aha. Jó. Hát nem tudom pontosan, hogy az miért jó, de... Na
majd lehet, hogy később fény derül rá. Körbenézünk itt a romok között. Egyébként még nincs rajtam különösebb páncél. Kicsit gombászunk. Lehet, hogy majd teszünk föl valamit később. De egyelőre most nem. Hát ez itt a Békeszigete, úgy tűnik. Csak pár, hát mi ez, Káró katona? Vagy valami hasonló. Ja, hát én itt nem látok semmit. Valami telefoncsöngést hallok. Ez igen. Ó, stop soros. Nagyon szépen köszönöm a subgiftet, ezúttal Chris Advice-nak. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon fog neki örülni. És ha esetleg Chris nézi, akkor innen is üdvözletem. Így van, a Békeszigete. Bár ő is sokat lolozik, szóval... Na mindegy. Üdvözlöm őt is. Ha nézi, ha nem. Ó! Oh. Looty loot. Smithing Stone 2. Tehát ez egy nagyon komoly Smithing Stone. Teknős. Úszni gondolom nem lehet ebbe a játékba. Jó. Furcsa, hogy itt nincsenek ellenségek. Vagy még nem találtam meg őket. Hát lehet kamli, hogy a teknősök ellenségesek. Biztos vagyok benne, hogy van köztük ilyen grumpy öreg ember is, vagy öreg teknős, aki mindig morog, amiért a fiatalok nem adják el a helyüket a buszon, meg ilyenek. Jó, hát mondjuk azért a lootér érdemes volt átjönni, mert az a Smithing Stone az jó. Menj már a picsába. Na bocsánat. De én nem akarlak bántani. Legyen ez tanulság. Jó? A többi kósnak. Nem kell emberkedni. Az egy ilyen kenguru nyúl. Igen. Jó, hát... Szerintem itt akkor ezt körbejártuk.
Még erre eljövök esetleg. Hát ennyi. Jó, ezt a sárkányos izént majd kiderítjük, hogy mi lehet. Majd utána olvasok. De gyanítom, hogy valami buffet ad, vagy nem tudom. Az a baj, hogy nem tudjuk most aktiválni, mert nincs nálunk semmi. Visszame szaladok hát, ha csak én néztem be valamit. Meg hiányzik statunk. Tehát kéne hozzá ilyen fate, meg nem is tudom mi. Igen, ez a Ritual of the Dragon. És akkor tudnék egy Dragon Heartot felajánlani. Hát ezt gondolom majd egy boss fightnál megkapjuk. És akkor tudunk pár ilyen... Nem tudom. Tehát itt tüzet tudunk okádni. De az, látjátok, ott pár attribút még hiányzik. Fate meg Arcane. Hát a Fate-ből elég sok, az Arcane-ből csak egy mondjuk. Igen, akkor Dragon Claws. Ja, hát gondolom valamilyen... Hát, igen, mivel hogy sok fész kell, meg Arcane, ezért inkább varázslónak mondanám én is szakesztik, tehát... Ja. Lehet, hogy ez nekünk nem kell. Jó. Már méreget néz meg. Na jó van. Oké, és akkor vissza kéne jönnünk a partra. Mert itt a parton végig kéne... Hát... Végig kell itt menni. Szerintem fölösleges. Ja. Akkor ezeket is leveszem. Végül is végigmentünk a parton. Még azokkal a polipokkal később talán kezdünk valamit. Meg esetleg... Hát, csak visszajövök ide. Csak visszajövök ide, mert ott voltak azok a... Van az a láthatatlan, aminek csak a lábnyoma látszódott. Na, nem látok semmit. Azzal akarok valamit kezdeni. Még nem tudom pontosan, hogy mit, de... Hát gyaníthatom, meg fogjuk ölni. Hát én most ezekkel nem nagyon akarnék kötözködni. Mondjuk akkor tudnék egy ilyet is. És akkor ez egy gyorsabb. Na ezek a rusnya polipok vagy medúzák vagy mik ezek. Na és akkor itt van ez a valami. Amivel valamit kéne kezdeni. Hát ha tudunk, persze. Még lehet időbe kéne. Lehet, hogy még nem, tudunk vele mit kezdeni, de... Ash of War Stamp. Oké. Okay. Jó, rendben van.
Mennyi izé van nálunk? 1300. Próbáljuk meg. Hát figyelj, hogyha segít a Dreed, mindent bántani kell, hogyha nyersanyagot akarsz gyűjteni. Nem. Jó, akkor szerintem ezekkel is megvagyunk. Jó. Ezt már nem is emlékszem, hogy miért jelöltem itt be. De nem baj, elmegyünk oda. És megnézzük. Valamiért bejelöltem, de már nem tudom miért. Na jó, akkor... lehet, hogy akkor ezzel most nem foglalkozok, de adtok egy percet, valamit megnézek. Akkor még egy helyre elmegyünk, mielőtt mennénk bosszozni. Mégpedig, hát nem ide, akkor ezt levesszük. Hanem akkor eljövünk ide, mert itt van egy NPC valahol, aki hasznos lehet. Hát először elmegyünk a lovas bosshoz. Ez az optional boss, amelyik itt kóvályog. Aztán pedig menjünk Margithoz. Elvileg itt van egy NPC valahol. Ez egy kicsit olyan enemik, mint ami a izébe van a Bloodborne-ba, csak ezek nem támadnak. Tehát ott járnám be ezek a sima, hát most mondanám, hogy parasztok, de értsétek jól, tehát nem szó szerint. Thank you.
totál megérte. Nem ezt akartam. Na gyere! Jött. Na, keressünk meg bokot, ha egyáltalán megtaláljuk most. Igen, hát ez ilyen csakra tisztítás jelleggel volt, hogy nyilván a környékét is szét kell ütni, mert akkor ütött szét igazán. Arra nem mennék. Nem tudom, mit húznak, de... Ez az NPC. Hát én még tőle is megjöttem komolyan. Azt mondod, hogy ők nem bántanak?
Hol van ez a... Oda kéne eljutni. És fogadjunk, hogy csak a hídon át tudunk menni. Na jó, gyerünk. Blitzelünk egy kicsit, na. De ott hol van teleszkóp? Ez a sok birka. Hát, elvileg itt kéne lennie valahol az NPC-nek, de... Oi! You there! Could you help us out, Cully? Megvan. What did you go and do that for? Mm. Oh, yes. I remember. Some Claude turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Jól elbújt. Lucky you came along, really. Szerintem Fortnite player. Oh, what a shame. Fővette a bokrot. Threw me out of the cave. They took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Or, well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right. But I'll need a moment. I'm frightened of them. So I have to gather myself. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Right. But I'll need a moment. I'm frightened of them. So I have to gather myself. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Okay. Akkor elvileg majd ad nekünk valamit, lehet, hogy akkor oda le kell mennünk majd a cave-be. Az a shoreside cave, gondolom. Vagy coastal cave? Coastal Cave. Akkor lehet, hogy majd itt meg fog jelenni. Hát mindegy, most ide teszünk egy markert. Csak hogy ne felejtsük el. Jó, na akkor én azt mondom... Hogy akkor nézzük meg ezt a... Lovas Józsefet. Ő valahol itt van. Ha jól emlékszem. De előtte...
Itt tipeg valahol. Szerintem azt csináljuk, hogy nappal fogjuk megtámadni. Ó, tudunk szintet lépni, ez nagyon jó. Meglepő módon ilyet veszünk, el is költöttük mindet. Reggelig pihenünk. És akkor próbáljuk meg. Hát figyelj, se itt Adri. Ez a reggel? Ja igen, csak esős az idő. Figyelj, se itt Adri, még lehet benne. Amúgy. Na hol van? Ott van. Amúgy jól ment, szerintem. Közel voltunk. Na jó, ez a lovon harcoláshoz hozzá kell szokni, az biztos. Szerintem... Igen, itt most ilyeneket... Át... Megpróbálunk summonolni ilyet is. Hát, ha sikerül. Még nem biztos, hogy... Nem biztos, hogy őket kéne amúgy megidézni. Na milyen lehetőségeink vannak? Nem ez, ez. Noble Sorcerer. Lone Wolf, meg Jellyfish. Csak ennyi FP-ing nincsen. Miért nincs ennyi FP-ing? Hát nincs ennyi FP-ing. Na várjatok. 65 FP-ing van, akkor miért ne tudnánk megidézni? Tudjuk idézni. Jó. Na gyertek, fiúk.
Lehet azért volt piros, mert többbe kerül. Az lehet. Bocsánat. Fura volt, hogy egyszer csak már nem voltam lovon. Aha, és akkor most már nem tudok summonolni se. Ja persze, mert nincs FP-nk, oké. Tehát akkor ezért van értelme az FP-nek is. Oké. Viszont akkor... Golden Seedünk nincs. Nem. Oké. Jó, és akkor így többször is tudunk majd... ha minden igaz, summonolni. Így van. Jó. Olyan őrülten sokat nem sebzünk rajta amúgy. Érdekes. De most... De ez valami bug, hogy nem megy le a HP-nk, vagy... Mert nem bánom. Mármint, hogy... Értitek? Az mi? De most már megy le a HP-nk, csak mondom.
shit. It's a boy. Hello, Skuki, szia, uram! Lehet, hogy lassan én is hozok enni valamit. Ahogy csak ezt így mondja, mert... Ez lehet, hogy tényleg hosszú lesz. Miért nem tudtam idézni a farkasokat? Egyszer lehet csak egy boss fight-ba. Mert akkor viszont nincs értelme a flasknek. Visszaállítjuk hírre, mert varázsolni csak egyet varázsolunk. Esetleg, hát most a farkasok nem sok mindenre voltak használhatóak. Esetleg beállíthat, megnézhetünk másikat. Hát, jellyfish. Esetleg megnézzük ezt. Hát ha. Nem tűnik valami erősnek. Ja, ott írja, hogy egy van nálunk. És mi lenne, hogyha... Ilyet lehet? Fegyverre tudok-e valamit tenni? Nem igen.
De majd megnézzük azt is. Csak most meg akkor flaskem nincs, na. Akkor csak meg visszaállítjuk. Legalább így kettőre. És akkor azt csináljuk, hogy... Ló. Elbaktatunk ide. Hívunk egy ilyet. Iszunk egy ilyet. Jaj. Nem, akkor nem lehet. Nem lehet. Egyet lehet csak. Vagy lehet, hogyha ezek elmúlnak, akkor lehet utána másikat. Meg kell tanulni ezt a játékot. Bocsi. De... Na mindegy. Gyerünk, fiúk! Jól ment, jól ment. Ezek lassúak, mint a fene, úgyhogy marad a farkas. Ennyi. És akkor farkasokkal fogunk próbálkozni, és heal lesz csak nálunk. Ennyi. Aztán reméljük a legjobbakat. Nem értem néha, hogy miért ugrik le a lóról. Jó, türelmesnek kell itt is lenni. De jó lesz amúgy ez, csak ez egy hosszabb boss fight. Meg jobb, nagyon óvatosnak kell lenni. Jó, de így jó lesz. Viszont én most kérnék egy 5 perc szünetet, mert bioszünet, meg hozok be kaját. Egy perc is jövök, tényleg sietek.
is vagyok. Na nézzük. Aztán, hogyha nagyon nem megy, akkor lehet, hogy inkább megpróbáljuk Margitot. Abba több bizodalmam van. Ez most nagyon rossz volt. Támogatod Margitot? Team Margit. Jó, akkor még egyszer megpróbálom. Aztán utána menjünk Margithoz. Lehet, hogy ezek még korai. Hát már bokorba is beakadok. Nézzük Margitot. Hogy volt a felszerelésünk? Ide ló nem fog kelleni. A farkasok annál inkább. Meg a kolléga.
Jó, most meg kell tanulnom újra, hogy hogy kell. Tegyek grízt, de még nincsen szerintem grízem. Van már grízem. Szerintem még nincsen. Mondjuk lehet, hogy fejleszthetnénk a... Nem, 4 darab kell ebből. Tudnám, hogy ezek mik. Nem lehet józolni, szóval mindegy is. Hát vannak itt más fegyverek is, majd ha más nem. Négy stone, igen. Vissza kéne venni a nehézségi fokozatot, ja. Az okvetlenül segítene. De nem vesszük vissza, mert csak annyi a lényeg, hogy újra meg kell tanulnom, hogy hogy működik. Az a baj, hogy... Hogy most meg az NPC-ktől nem férek oda. Ami tudom, hogy hülyén hangzik. Okay. A helyzet nem reménytelen.
Csak most mit csináljak? Hát ne ezt! Alapvetően. Mondjuk igen, ha meghalnak, akkor odaférek. Tehát még menjek lootolni? Tehát a second face-el nem tudok mit csinálni. Az a bajom nekem. Ha te elkezd pörgi-pörgizni, így esélytelen. Nem, az a baj, nem tudok közel menni. Well, thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished.
Nem felejtettem el a délután, csak nem tudtam streamelni. Két okból. Egyrészt fölöttem építkeznek. Konkrétan betonoztak fölöttem. A szomszédba. Illetve szar volt a kontroller. El kellett menni venni. Hát... Hát lehet, hogy tényleg igazatok lesz, és még lootolni kéne. Vagy nem a farkasokat kéne megidézni.
nem, egyszer nem... Nem tudom kidodzsolni. Tehát... Köszi. Tegyünk föl valamit. Hát ha ez segít. Amúgy ez jelentősen növeli a damage negation, szóval akár még jó is lehet. Hát... Nem nézünk jól, ami jó, de... Hát még alig nézem a fegyvert is, ha már... így belendültünk. Nop. Nem. Jó. Köszi, Edith Adria 100-ast, köszönöm szépen. Szóval föltettük ezt a, hát nem túl szép páncélt, de mindegy. Hát ha ez javít a helyzetem valamit. Hát egyszer meg tudnám ütni, basszus. Na. Well, thou art a passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Nem jó. Tényleg nem tudom, hogy itt a második fészben mit csináljak. Thank you.
blood must truly run in thy veins. Tarnished. Megint ketten maradtunk. Ezt nem lehet kidodzsolni, tehát... Mikor hogy elkezd pörögni, egyszerűen nem tudok vele mit csinálni. Vagy le lehet perizni, vagy... De nem elég, még le is lehet esni. Tehát önmagában nem elég, hogy Margit. Na. Koncentráljunk. És nem ért el.
Nem ért el. Nem voltam elég közel. Hát igen, valószínű, amikor fölugrik a kalapáccsal, és így lecsap, akkor be lehet vinni neki egy kis damage-et. Valamennyit. Talán azzal lehetne valamit kezdeni. Hát az ugrásból támadás az gyanús, hogy fake info. Ez jó volt most. Nem sokon múlt. Ja, igen, igen. Ezt tudom ugrásból. De ugye esett vagy ugrott? Tehát ugye ez a... legfontosabb kérdés. Azért nem jó, hogy ott bent van, mert nem jó, hogy ott bent van. Roger, ennyi volt. De és akkor most próbáljuk a kalapácsost. Mondom, eddig gyakorlatilag mindig simán megy. Most nyilván beleállok ebbe is. Ez az, hogy beleütök egyet, és azonnal veszi elő a kést, meg mindent. Kést, kardot, a botját. Tehát nem tudok kijönni a range-ből. De hogyha akkor se tudom megütni, akkor mikor? Tehát...
Vajon a pajzsal fogok valamennyit ebből? És még ezen gondolkodok, hogy hát ha... Azt még megpróbálhatjuk. De lassan tényleg nem... Tehát tanácstalan vagyok. Nem. De én is olyan keveset sebzek rajta, beleütök egyet-kettőt, de... De esélytelen. Olyan keveset. Nem tudom most a fegyvert, hát el lehetne menni lootolni. Valószínű az lesz egyébként. Párszor megpróbáljuk, aztán azt mondom, hogy még korai. Az a helyzet.
Ez már jobb volt. Valahogy agresszívemnek kéne lenni ott, amikor sokan vagyunk. Tehát jobban kéne ütni. Tehát nem, az, hogy ugye ez a... hogy ne hagyjuk játszani. Tehát vegyük el tőle az időt. Ugye ez az amerikai fociban van ugye, hogy hogyan nyerhetsz Tom Brady ellen, hát ha nem engeded a pályára. Hát valahogy így kéne. Hát igen, úgy értve, hogy túl kéne élni a Sorcerernek, tehát hogy haladjunk. Köszönöm szépen, Sedit Adri, a 15-öt. Igyekszem, de... nem tudom, az előbb úgy valahogy szerencsésebb volt a dolog, hogy nem olyan damage-et osztott ki, vagy nem annyit, mint hogy nem olyat, nem annyit. És így a végére kevesebb HP-ja maradt. Addig nem alszotok? Hát azért az meredek vállalás. Na, most túlélt a Sorcerer. Á, már nem. Igen. És most már nem foghatom rá arra, hogy szar a kontroller. Nope.
Thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Ugyanott vagyunk, ahol eddig. Érdekes, hogy így hátraugrik ilyenkor. Ezt nem tudom, hogy ez random, hogy hátraugrik vagy támad, vagy... Random. Mert most támadott, most nem hátraugrott. Ezt nem hiszem el. Hogy kétszer nokkolódott, és mindkétszer éppen híleltem. Tehát ugrásból... Olyant még sose csináltam. Heavy jump attack. Várj, és azt hogy kell?
Bleeding? Hát... Önt meg nem tudom, hogy kell csinálni egyelőre. Szerintem azt valamit kell a karddal vacakolni. Na mindegy, megpróbáljuk ezt a... jumpos dolgot. Arra heavy jumpetekre most becsúnizódott, ugyeatok, amikor így leesik térdre. Viszont akkor ezt... ezt a pajzsot most már elteszem, mert semmire nem használom. Igen, 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 ezt, pontosan ezt csinálom. Egyre gondoltunk. Semmire nem jó az a pajzs. Elrontottam, bassza meg. Hagyjál békén! Put these foolish ambitions to rest. Kezd jó lenni. Már... hogyha picit több szerencsém lenne...
egy picivel több, akkor már jó lenne. Meg hogyha megnyomnám a R1 gombot, amikor kell. Tehát meg itt néz, hogy mit csinálok már itt. Na. Hát most ez nem annyira sikerült jól, ez a próbálkozás. Hát két támadás között kell akkor a jump attack tulajdonképpen. Foolish ambitions to rest.
Most még nem adta be konkrétan. Na, még egyszer megpróbálom, és aztán megköszönöm a lehetőséget. És akkor elmegyünk kövi streambe lootolni. Meg még fejleszteni, meg ilyesmi. Azt hittem, hogy elég lesz az, hogy végigmegyünk a... itt a mappon, amik vannak. De nem. Úgyhogy még négyszer-ötször végig kell menni.
elrontom a timingot. Must truly run in thy veins. Tarnished. Na, tényleg egy utolsó próba, aztán mára ennyi.
Nem tudom, miért hílelek. Kicsit beleütök, és mintha nem történne semmi. Na jó. Visszatérünk még erre a problémára. Az a helyzet, hogy tehát most itt a végén nem is tudom, 4-szer vagy 5-ször megütöttem, meg dodzsolgattam, meg minden. És hát lement a HP-jából. Ennyi. Szóval nem. Tehát ennyi damage-el, amit ki tudunk osztani, egyszer még megpróbálom, de ennyi damage-el, amit ki tudunk osztani, ez gyakorlatilag biztos, hogy előbb-utóbb meghalunk, szóval... Szóval több damage kell. És megint itt vagyunk, kettesben, Margittal.
ezt meg még kidodzsolni se lehet, tehát nem az, hogy... Semmi. Na jó, tényleg hagyjuk abba mára. Folytatjuk majd tényleg. Csak hát mára nekem így ez most elég volt. Hát elmegyünk még akkor pár kört majd legközelebb, vagy lehet, hogy én streamen kívül elmegyek majd pár kört, meglátjuk. Kicsit lootolni, erősíteni kéne a fegyvert, magunkat. Esetleg, ha valaki dob valami pajzsot, azt még föltenni. Jobb ötletem nincs. Mert ez így esélytelen. Na, minden esetre azért köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a followokat, subokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb stream szerdán lesz. Folytatjuk a Life is Strange-et. A hét további részét meg majd meglátjuk. Programot majd figyeljétek, menetrendet megtaláljátok majd itt streamek közben a chatbottól. Na, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen további kellemes estétek, és további szép hétvégétek. Na, sziasztok!